Az evolúcióhoz azt mondta, hogy három dologra van alapvetően szükség, hogy ez egy evolúciós egység három tulajdonsággal kell, hogy rendelkezzen, egy az öröklődés, a változatosság és a szaporodás. Most akkor ennek a szaporodásnak a elméleti bevezetőjét szeretném megtenni. Ezzel kapcsolatban a legfontosabb ismérv, hogy egy evolúcióra képes populációnak, itt a populáció alatt nem csak biológiai populációkat értünk, az egyik tulajdonsa az, hogy exponenciális növekedésre képes. Tehát a szaporodásnak az eredménye az az, hogy megsokszorozódik, méghozzá úgy, hogy exponenciálisan növekedne, ha amúgy minden feltétel jó lenne. Tehát nem kell az, hogy mindig azt lássuk, hogy exponenciálisan növekedik, de exponenciális növekedésre képesnek kell lenni. Na most ebben a videóban lesznek egyenletek, ezt nem erőre elárulom. Az egyik az, hogy általában a biológiai entitásoknak a növekedését fölhívhatjuk egy úgynevezett autokatalitikus reakció egyenlettel. Ugye mondom, hogy a szaporodásról van szó, és itt a fontos dolog az autokatalitikus. Az autokatalitikus azt jelenti, hogy a katalizátor az eleve szükséges ahhoz, hogy maga a reakció végbe menjen. Úgy írhatnám fel az egyenletet általánosan, hogy legyen mondjuk egy B plusz K, és akkor abból lesz 2B plusz valami W. Itt azért most miért, melyik betűt éppen azt használtam, amit, azt mindjárt el is mondom, mert ugye hogy általában baktériumokkal szoktuk ezt elmondani, hogy van egy baktériumom, legyen ez a kis kör, akkor az valahogy ketté osztódik, lesz két utódja, azok is ketté osztódnak, és akkor újabb és újabb utódjai lesznek, és akkor így tovább. Akkor ugye ez egy növekedést ír le. Most ugye ez egyált is azt mondja, hogy van egy baktériumom, amihez adok valamilyen, hát most hívjam kajának, mindenfajta dolog, ami nekem növekedéséhez szükséges, akkor ugye lesz két baktériumom, a két baktérium, és ez a W, ez valamilyen melléktermék, ez ugye olvashatatlan, de tegyük fel, ez melléktermék akar lenni. Na már most, ugye, és akkor azt értjük azt, hogy miért autokatalitikus azért, mert hogy itt szükség van egy B-re, és ezt az egyenletet nem egyszerűsíthetem. Tehát ez egyet úgy egyszerűsítem, hogy hát B mind a két oldalon van, akkor húzzuk ki. Ugye akkor az lenne, hogy K-ból lesz B plusz W, de hát ugye ez, hát az életkeletkezésben szeretnénk egy ilyen egyenletet valahol, de ugye ez az abiogenezis. Tehát amikor valamilyen élettelemből kapok egy élő baktériumot, és ez általában nem ez jellemző különben. Hogy ezt gyorsan le is törlöm, ne így jegyezzük meg, mert igenis baktériumra eleve szükség van. És azt is vegyük észre, hogy nagyon sok biológiai folyamat valami hasonló alapján, akár mondjuk szubcellulális, tehát a sejtjeinkben levő folyamat, még a DNS szintézis, ha a DNS megkettőződik, az is úgy kezdődik, hogy van valamilyen DNS, ahhoz ugye hát rengeteg nukleotid trifoszfátot, tehát méghozzá dezoxinukleotid trifoszfátot kell adni, és abból lesz két DNS. És e persze rengeteg hát, pirofoszfát, de nem ez a lényeg alapvetően. De itt is nagyon fontos, hogy a DNS-ből indulunk ki, és a DNS-ből lehet újabb DNS-re, tehát hogy önmagában DNS nem fog keletkezni. És akkor ez is ugyanúgy autokatalitikus folyamat. Autokatalitikus folyamat lehet olyan is, ahol nem egy kitüntetett dolog van, hanem egy halmaz, ami együtt autokatalitikusan viselkedik, de autokatalitikusan viselkednek bizonyos molekulákra az anyagcsere is, a lipidmembrán növekedése is tekinthető autokatalitikusnak. Tehát, hogy sok minden van, és van a kémiában is. Tehát az autokatalitikus, mint fogalom, hogy a kémiából jön, mondjuk a formóz reakció, vagy a ciklus, az is például egy autokatalitikus folyamat.
az életkeletkezésében azt szoktuk emlegetni, mert hogy mindenfajta cukrokat lehet vele nagy tömegben előállítani. A lényeg az, hogy ezek kezdődik, van egy autokratikus folyamatunk, ami számunkra ugye hát megmondja, hogy ha van valami, és az megfelelő körülmények között van, akkor több újabb és újabb lesz belőle. Ez már önmagában egy exponenciális növekedés. Tehát ha egy autokratikus ciklust a vegyészek úgy fognak kimutatni, hogy a termék exponenciálisan nő az elején legalábbis, ami megfelelő mennyiségű ugye K-val látjuk el. Na, ez az autokatalitikus része a dolognak, akkor ezt egy kicsit most töröljük le, majd menjünk vissza ide az a szokásos gondolathoz, hogyha van egy baktériumunk, akkor az osztódik ketté, ez két baktérium, ha még egyszer osztanak, lesz négy baktérium, és akkor itt láthatjuk a mintázaton, hogy ugye, ha a következőt is megcsinálom, akkor itt lesz majd 8 baktérium, és így tovább, azaz azt mondhatom, hogy minden egyes generáció meg fog duplázódni, így a baktériumok száma az 2 a G-ediken, ahol a G a generáció, G az a generáció. Jó? Na már most. De ez a gondolatmenet, ez azt mondja, hogy az egyetszám, most legyen valami egyetszám, az ugye 2 a G-vel egyenlő. Itt persze ugye generációnként kell ezt akkor figyelembe vennem, és van egy fura dolog, hogy itt a baktériumok ugye halhatatlanok, mert hogy mindig mindegyik megmarad és tovább fog menni. Ez nem kötelező. Ugye pont egy ilyenen nehéz megmutatni, hogy mi van akkor, amikor van valamekkora halálozás, mert ha itt hirtelen kilövöm, akkor nagyon gyorsan probléma lesz. De mondhatom azt, hogy képzeljük el, hogy sok ilyen baktériumom van. Sok darabbal kezdem el. A példa akkor az legyen, hogy demonstrálni azt, hogy lehet azt, hogy nem kötelezik mindenkinek túlélni, hogy legyen 8, 4, 5, 6 egyedünk, és ugye mindegyiknek ugye ketté osztódik, tehát tisztességes baktérium, tehát más nem tud ketté osztódni, de itt jelölöm, hogy kihez tartozik, ez itt a nulladik generáció, ez itt az első generáció. De nem mondjuk, hogy nem mindenki él túl, mondjuk azt, hogy a halálozási rát, ugye itt van 8 darab, az kb. Az egynegyede. Itt meghal, és akkor az egynegyedet azt vegyük úgy, hogy akkor a 16-ból 4-nek meg kell halnia, és akkor ez így van. Ők ugye azok, akik már nem fognak utána szaporodni, és akkor itt 12 darab van belőle. És akkor ugye a következő generációban, akkor ugye aki marad, az ugye szaporodik, kettőt, most a vonalakat már lehet, hogy nem fogom behúzni, kezd egy kicsit sok lenni a dologból. Ugye akik meghaltak, azok nem szaporodnak, akik viszont maradtak, azok igen. Tehát ugye meg lesz a 24 darab egyed, de ebből az egynegyedit, azt hatot valahogy elfogunk, és akkor mondjuk az 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jó, nem tudok véletlen szerint, de most valakik ebből nem élték túl, és akkor jöhet a következő generáció. Ugye itt a 24-ben, tehát 18 darab maradt, akkor itt most már 36 kis gömböt kell majd felrajzolnom, tehát az jó sok lesz. Megvan a 36, aminek ugye megint a egynegyedét azt
azt le fogom szedni, akkor a 36-nak az egynegyede az emlékeim szerint mondjuk legyen 9, mert hogy igen, és akkor hát nem is tudom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké? És akkor ugye a 36-ból marad 27 darab. Ugye ebben a sorban azt látjuk, hogy minden egyes esetben nem duplájára, tehát nem az van, hogy 8, 16, 32, 64, hanem csak, ugye, hát 1,2-harmadszorosára. Azaz azt is mondhatom, ugye, abban a fölírásban, hogy ugye valami lambda szorosa az előzőnek, akkor itt a lambda, ugye ez a egyedre vetített bruttó növekedési ráta, az ugye, hát 1,2-harmad, ugye az 1,6, és akkor sok darab ilyen szám van mellette. Ugye látjuk, hogy egy fölött van, tehát itt növekedésről van szó. Ha meg olyan alakban írom föl, hogy ugye a nettó növekedési rátával, akkor pedig az R, az kétharmad, ugye nulla fölött növekedés van, ugye itt mindenhol növekedést tapasztalunk, ezt lehetne ezt persze sokkal tovább folytatni, nem mindig lesznek a számok ennyire eslegegészek, hát a nagyon nagy számokat nem tud lerajzolni, akkor a dolog működik. De hogy így lehet elképzelni azt, hogy elvileg itt bármilyen számot, tudjuk, hogy ez itt nagy számokra vonatkozik, tehát nem egy vagy két élőlényből indulunk ki, de hogy ez leír egy növekedést, akkor is, hogyha azt feltételezzük, hogy valamennyi egyed nem fog túlélni. Ebből látszik, hogy nem kötelező, akkor is lesz valamilyen növekedés. Mindaddig, amíg igaz az, hogy több, mint egy utód marad meg. Ha egy utód marad, akkor ugyanannyi lesz a populáció méret. Ha kicsit több, mint egy marad meg, akkor ugye kevesebb, akkor ha kevesebb, mint egy marad meg, akkor csökkenni fog. Ha több, mint egy, akkor meg növekedni, ugye itt átlagosan több, mint egy marad meg, és növekedni fog. Ezt többféleképpen leírhatjuk. A legegyszerűbb az, hogy egy differencia egyenletekkel leírni, ahol azt mondom, hogy a következő generációban, hát itt következő időpillanatról van szó, de most legyen ez generáció, azt mondja, hogy a T plusz egyedik időpillanatban úgy kapom meg, hogy van a T időpillanatban hány darab van, ugye mint ez T időpont, vagy ez itt T időpont, ez is, hát most ez T0, T1, T2, T3, és azt megszorzom egy lambdával, jó? Ezt fogom, és akkor ez az egyedre vetített bruttó növekedési ráta, egyedre van vetítve, hogy ez egy olyan szám, hogyha egynél nagyobb, akkor nő a populáció, és akkor mindig egy nagyobb számmal szorzom ezt, tehát több lesz ugye a T plusz 1-ben, mint korábban. Ha lambda pont 1, akkor itt nem lesz növekedés, ha lambda kisebb, mint 1, akkor meg ugye csökkenés lesz. Ezt felírhatom máshogy is, mert van egy olyan mérőszám, amit egyedre vetített nettó növekedési rátának hívnak, és nagy erre jelöljük, amit így számolunk, hogy ha nulla fölött van, ha nulla, akkor nem változik, ha nulla fölött van, akkor nő a populáció, ha nulla alatt van, akkor pedig csökkent. Tehát, hogy amíg azt mondom, hogy a populáció generáción 2%-kal nő, az pedig tipikusan egy ilyen nettó növekedési ráta. Ha azt mondom, hogy a populáció minden generációban a 1,05 szörösére nő, akkor meg ugye megmondtam azt, hogy mi a nettó növekedési ráta, vagy egyedekre vetített nettó növekedési ráta. Ez ugye diszkrét időre vonatkozik, és most mindenképpen meg kell mutatnom, mi van, amikor nem diszkrét időben, hanem folytonos időben számolunk. Hát, amikor folytonos időben számolunk, akkor azt mondjuk, hogy az N valamilyen
T időpontban, azt úgy mondhatom meg, hogy a nulladik időpont, amikor megfigyelésemet kezdtem, ahhoz képest az E, ugye ez az exponent, tehát a természetes logaritmusnak ugye az alapja, vagy az úgynevezett Euler szám, az R lesz a pillanatnyi, vagy tehát a egyidenkénti pillanatnyi növekedési ráta. Ugye itt azért pillanatnyi, mert ugye itt ez egy folytonos időre nézem, és a T az itt az idő, és innen látszik, hogy ez exponenciális növekedés, jó? A többiben ez még önmagában nem látszik, ezt kéne szépen egy sorozatot is fölrajzolni, majd föl fog valahova rakni egy ilyen sorozatot. De ebből látszik, hogy itt exponenciális növekedés lesz. Jó? Mindegyiknél igaz, hogy ide nem kötelező nekem ilyen kettes, hogy kettessével megy. Ráadásul ugye egy baktériumokról van szó, más élőnyek, amik nem ketté oszlódással szaporodnak, hanem mondjuk születnek, vagy tojásokat raknak, ott ugye ez több is lehet. Meg persze az idő az persze vadul akármi, ezt nézhetem évre, nézhetem 20 percre, amire szeretném. De hogy valamikor képes exponenciális növekedés, ez a fontos. A legjobb exponenciális növekedés ez igazából nem a baktériumoknál lehet, bár az a baktériumoknál is általában működik, hanem az emberi populáció méretnek a növekedése. Az a becslés, hogy kb. 1804 környékén volt 1 milliárd ember. Ehhez képest 1927-ben lett 2 milliárd, a 3 milliárdot azt az 50-es években értük el. Ugyan már én is úgy elnéztek rá, hogy 12-ben volt bejelentve, hogy elértük a 7 milliárdot, majd 2022-ben, tehát 2012-ben a 7 milliárd, és 2022-ben a 8 milliárd embert. Ez, hogyha így föl van rakva egy ábrára, akkor nagyon jól látszik, hogy ez egy exponenciális növekedés. Az exponenciális növekedésnek az a jellemző, hogy az a kevés, túl sok. Tehát az exponenciális növekedésnek van ez a számunkra általában nehezen fölfogatunk. Mi sokkal jobban tudunk gondolkozni lineáris növekedésben, amikor ugyanannyit adunk valamihez hozzá, ugyanannyit veszünk le valamibe. Tehát, hogyha mondjuk egy populáció az időben az ugye mondjuk valahogy így milyen lineáris. Ezen a lineáris növekedés, hát ehhez képest ugye az exponenciális az valami ilyen. Hogy az elején kevés, és akkor hirtelen nagyon sok lesz. És ezt nehéz felfogni, mert hogy itt még az ember azt gondolja, hogy semmi nincs. Az emberi populáció is az van, hogy hát ha meggondoljuk az 1 milliárd ember, az előtte levő történik azt mondjuk, hogy 200 ezer vagy 300 ezer éves a fajunk, és akkor attól kezdett, akkor persze nem egyről indultunk, nem is kettőről kéne legalább, de akkor mink ez egy sokkal kisebb populáció, mértek valószínűleg inkább ez a 10 000, 100 000-es, de ehhez képest, hogy az 1 milliárdhoz, akkor eltelt az a sok százer év, míg fölnőttünk, és a történelmünk nagyon nagy részében igazából nagyon alacsony volt, tehát hogy tényleg hát pár százalék, sokkal kevesebb volt a növekedés. És az utóbbi kb. 200-250 év, amikor elkezdett ez sokkal jobban növekedni. Azért nem egyenletes a növekedés, tehát hogy nem érdemes most akkor kiszámolni, hogy mennyi lenne ez, mert hogy azért az évtizedek alatt ez változik, de hogy egyértelműen van egy még mindig exponenciális növekedése az emberi populációnak. Az a várakozás, hogy egyszer ez meg fog állni, azt azért hozzá kell tennem, hogy ugye a csökkenés is mindig exponenciális. Tehát ugye most azt mondjuk, hogy most vagyunk ugye a mában, ahol mondjuk van 8 milliárd, és hát talán 9-10 milliárd környékén, de utána jön egy gyors csökkenés, majd megint nem tudjuk, hogy meddig, mert ugye az emberi szokásoktól aztán persze erősen függeni fog, hogy ekkor mi fog történni, és ez még akár még csak természetes fogyás is lesz. Úgyhogy a populáció növekedésről szerintem az emberi populáció növekedés a legjobb példa.
Itt viszont nagyon jó, mert rögtön meg tudom mutatni az evolúciót lévén matematikailag, hogy mit értünk evolúciót, és ezt fogom használni, ezt a kifejezést arra, hogy a populáció exponenciális növekedés, és két exponenciális növekedő populációban fogom megmutatni, mi, hogyha van két típusom, akkor mi történik. Ezt még hozzá szoktuk venni itt ez az első anyagrészhez. Jó, most van egy törlés, kell a hely, és azt mondom, hogy van két típusom. Jó. Van két típusom. Legyen A és B típus, jó? A és B típus. A mind a kettőnek a egyet számát azt egy-egy egyenlettel írhatom le, ami között ugye az van, hogy az A típusnak az egyet száma az A0, a kezdjük, ez a kezdeti, és az R pillanatnyi egyedenkénti növekedési rátája van neki is, egy RA, majd hogy mennyi időt telt el. A B-nél szintén van egy B0 kezdeti, és az RB tém egyet fogja megadni az, hogy hogyan fog növekedni. Jó? Tehát van két egyetszám növekedésünk. Na most ugye azt mondtuk, hogy az evolúció definíciója az öröklődő tulajdonság gyakoriságának változása. Most az öröklődő tulajdonság lesz, hogy A vagy B típus, és a gyakoriság, ugye a gyakoriság az ugye az, hogy mondjuk a gyakoriság az A-nak, a B-nek ugyanezt lesz, csak egyből ki kéne vonni, az az NA per az NA plusz NB, ugye ez egy tipikus százalékszám, tehát mindig egy gyakoriság számolás, az, hogy a teljes populációból, tehát az A és B egyek összességéhez képest az NA-ból mennyi van. Jó? És akkor az a kérdés, hogy ez hogyan változik. Most ezt is, ha valaki jól ismeri az exponenciális fényeket, rögtön kiderülne, de ezért mondjuk egy egyszerűbben, ami talán jobban, kicsit jobban látható, hogy hogyan változik az NA per NB arány. Jó, ez nem ez lesz a gyakoriság, ez az arányuk. Ugye, amit fölírhatok úgy, hogy NA0 szorozva E RA T-vel per NB0 E RB T-vel. Na most tudjuk, hogy ha két hatványfüggvényt osztok egymással, akkor azt úgy is ki lehet fejezni, hogy marad persze az NA0 meg az NB0, de ez a kettőnek a különbsége lesz, tehát hogy RA minusz RB szorozva téve a tét, azt ugye mind a kettőből ki lehet emelni. Ez nagyon fontos, mert ugye erről a függvényről tudjuk azt, hogyha az RA minusz RB, ugye T-ről tudjuk, ez növekedni fog, ez az a tulajdonság, jó tulajdonság, hogy időben előrefele megyünk. Az RA minusz RB, meg az értékétől fog függeni, hogy ez merre fele megy. Ha ez nulla, ugye akkor ez az egész itt nulla, akkor az E a nulladikon az egy. Akkor itt nem fog semmi változni, nincs változás. Jó? Ami azt jelenti, hogy nincs evolúció. Ha az RA minusz RB az ugye nagyobb, mint nulla, tehát az RA nagyobb, mint az RB, az a növekedési rátája az A típusnak nagyobb, mint a növekedési rátája a B típusnak, akkor ugye ez az egész növekedni fog, ugye? Ez a kifejezés. Növekedni fog, hát lényegre a végtelenségig, hogyha nagyon sokáig hagyjuk, akkor ez a végtelenbe fog menni, tehát ez a kifejezés az azt jelenti, hogy növekszik. Természetesen, hogyha az RA minusz RB az kisebb, akkor meg ugye csökken, ugye ez csak nulláig csökkenhet, ugye a végtelenben az helyben nulla lesz, amikor ugye ez sokkal-sokkal nagyobb, mint ez. Az exponenciális fények mindig végtelenbe tartanak, most nem az a kérdés számunkra, és ugye most egy olyan
eset van, hogy mind a kettő végtelen növekedhet, ez egy matematikai konstrukció, de nekünk számolás szempontjából, vagy a gondolatvilág szempontjából fontos. Na most, ha erre gondolunk, akkor ugye az van, és mindenfajta limeszeket én próbálom most kivenni ebből a kifejtésből, a matematikusok majd számon kérhetik rajtam, hogy ha tudom azt, hogy ugye ez hogyan változik, ez az osztásom, és akkor mi van? Hát ha ez nulla, tehát nincs változás, akkor ugye a P se fog változni, akkor S se fog változni, és akkor a P se fog változni, nincs evolúció, ezt most hagyjuk azt. Mi van akkor, hogyha az RA nagyobb, mint RB, tehát hogy az A-nak a növekedési rátája nagyobb? Akkor az van, hogy ugye ez lényben a végtelenhez tart, de hát ugye itt két végtelen fogunk egymással osztani, ahol ugye ez el fog törpülni emellett, tehát lényegében ez az osztás olyan, mint hogyha n-át osztanám n-ával. Ugye ezek mind t-ben levő függvények, tehát t szerinti függvények, tehát ha rA nagyobb, mint rB, akkor ez idővel egyhez fog tartani. Oké? Okay? Mindegy, hogy honnan indult, gyakorisság az 0 és 1 között van, ez egyhez fog tartani, ami azt jelenti, hogy lényegében, mintha csak az A lenne jelen. Jó? Tehát, hogy mintha csak az A lenne, és növekedni fog ez a gyakorisság. Oké? Okay? Tehát, hogyha a nagyobb az A növekedési ráta, mint a B növekedési rátája, nagyobb, akkor az A gyakorisága nő. Ugye azt mondtuk, öröklődő tulajdonságú gyakorisságának változás, hogy ugye nőni fog. Ha az RA kisebb, mint az RB, akkor ugye megint föl lehet ezt írni, akkor a PA-ban ugye az van, hogy ez ami sokkal nagyobb, mint bármi más. Tehát ezt az egész osztás dominálni fogja, bocsánat a kifejezésért, de ez úgy érthetőbb. Dominálni fogja az, hogy itt valami kis számot elosztok egy óriási szám, egy növekvő számmal, olyan, mintha az 1 per x függvénynek nézném, hogy az x növekszik, akkor hova fog tartani, és nem meglepő módon az nullához fog tartani. Jó, a matematikusok szerint ez ugye az üres függvény, a számítás technikusok szeretik áthúzni a nulláikat, a megkülönböztetés az O-tól, tehát ez egy nulla akar lenni. Nullához tart, ami azt jelenti, hogy amit, hogy az A kiveszne. Jó? És ugye ezt fogjuk nézni, tehát ez lenne az A fixációja, így fogjuk később hívni, az A fixálódik, belőle sok, tart egyhez, növekszik a gyakorisága, akkor hogyha növekedés nagyobb, mint B-nek, ha a növekedési rátája kisebb, mint a B-nek, akkor az A-nak a gyakorisága csökken. Oké? Okay? Ez egy borzalmasan fontos dolog. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, aminek a használata sokkal később fog jönni. Ebben, hogy mi történik, csak ez számít, hogy a növekedési ráták mekkorák, és nem fog számítani a végkimenet szempontjából. Nem egy aktuális időpont, egy aktuális időponthoznál számít, de a végkimenet szempontjából nem számít a kezdeti gyakoriság. Jó, tehát nincs benne a végében, hogy de ez függene attól, hogy mennyi volt kezdetben. Ez azt mondja, hogy nekünk teljesen mindegy, hogy 50-50%-kal kezdünk, és akkor kezd el jobb elterjedni, akkor persze gyorsabban el fog terjedni, vagy igazából jobb az most jelent meg, és nagyon kicsi van belőle, vagy a jobb az éppen nagyon sok van belőle, és megjelenik egy rossz mutáns, az is ki fog pusztulni idővel. Tehát, hogyha az A-nak nagyobb a növekedési rátája, akkor ő fog elterjedni, és hosszú időn múlva teljesen mindegy, hogy mi volt kezdetben. És különben ez a szelekciónak az alapja, ez amúgy, hogyha egy különbség van a növekedési rátában, akkor szelekció van. Az egy olyan folyamat, ahol a kezdeti gyakoriság nem befolyásolja azt, hogy mi lesz a végeredmény, jó? A hosszú távú végeredmény. Ez is külön később fontos lesz. Ami nekünk most fontos, hogy a szakodás az exponenciás, tehát exponenciás növekedésre képes,
és megmutattam egy nagyon egyszerű két exponenciálisan növekedő populációnak van, hogy a két típusnak a gyakorisága, akkor az, hogy mi a végeredménye, nagyon hosszú idő múlva, hogy az egyik, tehát az egyik fixálódik, ha az A-nak a nagyobb a növekedési rátája, a B-hez képest, akkor az A fog fixálódni, és a gyakorisága egy lesz, hogyha a B-nek nagyobb a növekedési rátája, akkor az A-nak nulla lesz a gyakorisága, tehát hogy ki fog veszni, és a B fog fixálódni, ugye ilyenkor ugye a P, B az ugye egy lesz, itt meg ugye a PB nulla lesz. Ennyit szerettem volna elmondani az exponenciális növekedésről és a szaporodásról.